sportosat. Híradónk vendége Jurácsik Mátyás, az Újpesti Dózsa egykori labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek. Hát véget ért a NB1-es bajnokság is. Sajnos. Bemaradt az Újpest. Nagyon nagy ünneplés volt az öltözőben. Én ezt nem néztem, mint laikusként mondom, persze nem néztem jó szemmel ezt a nagyon nagy ünneplést. Az újság is megemlítette, akkora ünneplés volt, mintha bajnokságot nyert volna az Újpest. Most az, hogy bennmarad az Újpest az NB1-be, azt így kell ünnepelni? Tehát valóban ez egy akkora nagy... És akkor, hogyha a negyedik vagy a harmadik, akkor az... Tehát valahol itt az arányokat nem igazából értem én, mint laikus, de egy kicsit zavaró volt, hogy nagy fiesta volt, pedig csak annyi, hogy bennmaradtak. Hát jó, alapjában azért hozzá kell tenni egy sportolónak, hogy én azt mondom, most ugye pár évvel ezelőtt a harmadik helyen volt az Újpest. Hogy most mikor tudok jobban ünnepelni? Természetesen egy bennmaradás sokkal jobban fogok ünnepelni, mint egy harmadik helyet. Ezt hozzá kell tenni, mert ugye az Újpest már le volt írva majdnem. Hát akkor mindig erre kell játszani, ott legyünk a végén, hát és akkor lehet nagyon fiesztázni, és akkor mi vagyunk a sztárok, és akkor lehet bennünk ünnepelni, mert mégis bennmaradtunk. Ez egy kicsikét nem igazából tűnik olyan. Ez megmondom mi, ez nem szabad elfelejteni, Vignyevics 7 évig edző volt Újpesten. Vignyevics egy nagyon jó szakember, ott nem lehet vitatkozni, mert bárki bármit mond róla, hogy rossz vagy, ami ez nem igaz, egy jó szakember. De ő már teljesen bele volt fásulva ebbe a csapatba. Ez a csapat, ez úgy játszott, mintha rabszolgák lettek volna a játékosok. Neki volt egy saját csapata, ők játszottak és kész. Ez az öröm, amit a játékosokon láttunk. Ez a felszabadultság is volt. Tehát ezt lehetett látni, ahogy futballoztak a Kaposvár. Ha a Vignyevics az edzőit a Kaposvár ellen, nem vagyok benne biztos, hogy nyerünk. Ez a csapat annyira felszabadultan focizott, mert ugye hány helyen változtattak például a csapatba is. Ki hitte volna, hogy egy Banai, aki szinte a Blaszba letették játszani, a szezon, múlt igen, szezonban sokszor még a Blaszba is játszott, egy ilyen Banai beáll, és az utolsó 5 mérkőzésen olyan formában játszik, hogy be kéne hívni a válogatotthoz egy harmadik kapusnak, pláne 22 éves fiatal ember, egy hatalmas teljesítmény, vagy a Simon, aki szintén egy nagyon jó teljesítménnyel játszott. A pályán majdnem meghalt. A Zsótér is véleményem szerint, az, hogy őt lecserégették, az neki se tetszett, azt láttam én is, és nem is cseréltem volna le azt az egyszer Rogán edzőt, egy kicsit kritizálnom kell, mert biztos, hogy nem cseréltem volna, mert egy gól lett volna benne mindig. És az a srác az olyan elánat, tehát annyira akart, olyan akarata, tehát mutatta azt, hogy ő tényleg a csapaté játszik, és a bennmaradásig küzdenek. Tehát én nekem nagyon tetszett az, hogy így ünnepeltek, meg is érdemelték, sajnos tudom, hogy most nem szabad mindig arról beszélni, hogy mi volt annak idején, mikor Bene Feriék játszottak. Az egy más világ volt, vagy Görös Titiék. Akkor olyan volt a labdarúgás, de nagyon sok helyen ez előfordul nagy csapatokkal, hogy egy bizonyos időben eltűnnek. Nézzünk meg Németországban egy Hamburgot, egy HSV, aki Németország legjobb csapatának számított a 80-as, 90-es években még, az egyik legjobb csapatnak. És ma a másodosztály nem tudtak feljutni. Tehát azért ott is vannak rossz időszakok, sajnos. És hogy miért vannak rossz időszakok, az ugye tudunk tovább menni. Tehát ezt tudjuk elemezni, hogy miért vannak rossz időszakok. Ma ugye, ezt már beszélgettünk veled erről, a labdarúgás az nem sport, hanem üzlet lett. Tehát azért, hogyha te valamit akarsz teljesíteni, pénzedre van szükség. Ma már pénzre van szükség, itt mese nincs. Tehát olyan teljesítményeket meg tudsz csinálni, hogy lelkesedéssel, azt mondom, bent tudsz maradni az NB1-be. Lelkesedéssel. De többet nem tudsz elérni vele. Tehát fölfelé menni az egy nagyon nehéz dolog. Itt azért nézzük meg a költségvetéseket, azért megnéztem, egy Paks, egy Újpest és egy Kaposvár abszolút hátul van. Tehát abszolút hátul van. Kaposvárnak volt egyik leggyengébb költségvetése, kiesett utolsó helyen. Paks majdnem kiesett, mind a mellett, hogy tényleg náluk is kalapot kell emelnem, ők azt csinálják, ugye csak magyar játékosokat, aki mindenkinek a vágya, ugye, hogy magyar játékosok játszanak, ott azok játszanak magyar játékosok, szerény fizetésekkel, tehát nem ilyen milliárdokon nem beszélnek, szerény fizetésekkel, és egy olyan edzővel, meg egy olyan vezetővel, egy olyan elnökkel, aki valószínűleg jól tudja őket motiválni, és tényleg ők szeretetből is fociznak, van egy olyan érzésem. És aztán utána ott van Újpest. Inkább ezen van az egésznek a kulcs szava, a szeretet. A szeretet, így van. Ott meg lehet csinálni velük valahogy. Azt el tudták érni.
Viszont ennek hozzá kell tennem egy nagyon fontos dolgot, nekik mindig magyar edzőik van. Ugye szidjuk a magyar edzőket, hogy milyen rosszak. Hát ugye mindenki azt mondja, hogy csak magyar játékos legyen az NB1-ben, meg magyar, magyar, magyar. Hát én meg épp kijelentem azt, hogy ez nem igaz. Tőlem legyen idegen, az engem nem zavar. Itt a teljesítmény a lényeg, a pályán a játékostól. Magyar jobb, vagy az külföldi jobb. Viszont amit én követelnék, hogy magyar edzők legyenek igenis. Magyar edzőket követelném, hogy ők legyenek a kispadon. Ha megnézzük, mert ne hasonlítsuk össze a világfotbalt, mert ez sajnos miattól messze vagyunk. De ha megnézzük azt, hogy például német, spanyol, francia, hány külföldi edző van ott a csapatok mellett? Egy-kettő talán. Sok nincs. Magyarországon több külföldi edzőt látunk már sajnos a pályán, mint magyar edzőt. Viszont a labdarúgásban ki az, akinek a legjobbnak kell lenni? Egy zenekarnak, karmesternek. Hát a karmester az az edző. Ezeknek az edzőknek mi nem adunk sanszot. Vagy úgy kell dolgozniuk az edzőknek, hogy állandóan attól kell félni, hogy hónap fenékbe rúgják őket. Ide jönnek a külföldi edzők, azok úgy be vannak biztosítva a menedzserek által, meg a fenet, ugye a bankgaranciák által, hogy ő még pofátlan is lehet, mert nagyon jó tudja, hogy a pénzét mindig meg fogja kapni. Igen. Még Újpestnél maradva egy pillanatra, azt mondod, hogy felszabadultan játszott az Újpest. Tehát most már az Újpest, ha marad is most már ugye a vezető edző, nem fog így maradni. Jó páran ugye elmennek Újpestről, Litauszki, Zsotér Donát, Balázs Benjamin, Bojan Zetéhez. Tehát jó páran elmennek. Igen. Mi lesz így az Újpesttel? Akkor most újra kell teljesen építeni. Hát újra kell építeni. És új lelkes csapatot kell összerakni akkor. Hát valószínű, de viszont abban biztos vagyok, hogy lelkes csapatot tudnak összerakni. Tehát olyan fiatalokat fognak találni. És hogyha megtalálják azokat a játékosokat, tényleg azt mondom, valami utánpótláskorú gyerekeket is, akik valahol nem játszanak, viszont szeretnének játszani, és szeretnének bizonyítani. Azokat ide lehet hozni, azok nem kerülnek sok pénzbe. Én még abban is biztos vagyok, hogy külföldről találnak fiatal játékosokat, akik ide is jönnének. Csak hát kérdés, hogy ők ezt meglépik-e? Hát ezt ha úgy vesszük, most ugye, vegyük úgy, van középpályás két fekete játékosunk, akik mindig azt mondták, hogy így, hát milyen jól játszanak. Én abban biztos vagyok, hogy ezek a játékosok a nyugati labdarúgásban már van helyük. Őket el lehetne adni. Az 100%, abban biztos vagyok teljesen. Itt most Litauszki Robi az egyik kedvenc játékosom volt mindig, mert a Robi egy nagyon megbízható, egy igazi csapatember, egy jó karakterű srác, aki kiáll a csapat mellett, nem féle, tehát nem kell azt mondani, hogy egy ilyen megalkuló, aki az edzőnek a hátsó felét igen. fogja nyalni azért, hogy ha az edző valamit mond, nem olyan ember, de a Robinak is lejárt az ideje, úgy veszem észre. A Robi nagyon le van lassú az utóbbi, vagy a sérülései vannak, mert vannak sérülései, ő már sajnos nekünk a pályán, mint vezéregyéniség szükség lehet rá, de mint játékos már nagyon nehéz neki. Tehát azzal egy csapatot, mint az Újpest, aki valószínűleg ugye, ahogy te is mondod, hogy egy ilyen fiatal csapattal vagy nem olyan jó legénységgel fog pályára menni, ugye valószínű, hogy a védelemnek nagyon sok dolga lesz itt. És ő már ezt nem hiszem, hogy bírja, nem vagyok benne biztos. Ezért kéne körülnézni az, hogy fiatalabbakat is oda be lehet építeni. Nagyon csak kérdés az, hogy ezt akarják-e vagy sem. Hát az, mert ugye jelen pillanatban ugye, amiről lehet hallani, hogy Bojan Asmir visszatér Újpestre, illetve amit lehet hallani, hogy egy magyar játékos, egy Balogh Balázs, aki már 30 éves, szintén visszatér Újpestre. Tehát egyelőre a jelek nem ezt mutatják. Jó, tehát nézd, a Balogh Balázshoz mondanom kell, hogy ő azért itt játszott Újpesten, és jól játszott is. Csak most fiatalokról beszél, most igen, csak igen. Azért mondom, hogy jelenleg nem. Na, ez már egy eleve egy pozitív dolog, mert a Balogh Balázs egy 30 éves tapasztalt srác, azért öregnek nem számít még egy 30 éves ember, azt nem mondhatjuk. Még van még jó 9 éve. Hát nem, de 4 éve simán van, tehát abban biztos vagyok. És azért az egy nagyon jó játékos. Ő biztos, hogy segíteni tud az Újpestnek. Abba biztos vagyok. Ezen kívül, hogy fiatal játékos találni, azért ne felejtsük el, hogy azért most elindul ez a körforgás szépen. Én biztos vagyok benne, hogy vannak játékosok, akik nem akarnak bizonyos egyesületeknél maradni. Én nem hiszem, hogy Diós Györbe sokan ott fognak maradni, ebben nem vagyok biztos. Debrecenből is hoznak hát Újpestre. Ezt akarom mondani, hogy a Debrecenből ki akar lemenni a másodosztályba? Senki. Tehát mindenki akar az NB1-be maradni, viszont ha úgy vesszük, ezek a csapatok, akiknek pénzük van,
azok nem őket fogják elhozni, hanem ők már külföldre nézegetnek, mert ugye most már egy felcsút is eljutott egy Európa kupába, az, hogy nincs néző, meg nincs ott semmi, az egy dolog, de pénzük van arra, hogy bárkit meg tudjanak szerezni. Itt a kérdés ugye, hogy oda megy egy olyan kaliberű játékos, ami tényleg valamit visz, az megint egy más dolog, de lehet azért itt szépen a zavarosba halászni, én ezt mondom. Igen. És NB2-ben is vannak nagyon sok nagyon jó játékos. Jó, de azt hagyjuk akkor a menedzserekre, vadásznak, halásznak, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. 13 góllal lett gólkirály ez a játékosa, 13 góllal. Fekete Laci ezt látná, hallaná, tudná, biztos forogna a sírjába. Jó, igen. Mi erről a véleményed? Hát, jó. Erre is szeretnék valamit mondani. Ha megnézzük a mai NB1-et, akkor nézzük meg azt, hogy az Újpest 5 fordulóval ezelőtt majdnem kieső helyen állt, és most pedig a 6. helyen végezte a bajnokságot. Ugyanakkor egy Debrecen kiesett, egy Diósgyön majdnem kiesett, egy Kisvárda, aki fönt volt, majdnem kiesett. Tehát ez annyira, és a Paks is, tehát annyira szoros volt ez az NB1, itt két dolog mutatkozott ki. Egyszer a nagyon sok pénz, és egyszer a majdnem igen, semmi pénz. Miben mutat? Fradi és Kaposvár. Ez a kettő. A Ferencvárosnak ugye hát kapja az állami pénz, annyit akar. Igen. Attól még lőhetnének gólokat. Miért lőnek keveset? Mert a bajnokság sokkal erősebb is. Tehát ezt mondom, tudom, hogy nem hiszi el senki, de itt még hozzá kell tenni egy dolgot. A Golyó annak idején, már bocsánat, hogy Golyó, Fekete igen, Laci, így akarom mondani, annak idején játszott egy olyan újpesti csapatba, amikor 1979-ben ezüstcipőt nyert, akkor a Fazék rugott 29 gólt, a Golyó rugott 31 gólt, a Törő rugott, mondjuk ő rúgta mindig a legkevesebbet, ő nem volt annyira gólveszélyes, de ő rúgott 13 gólt. Tehát egy csatársor, hogyha úgy vesszük, 73 gólt lőtt három ember. Igen. Na de viszont abba az Újpestbe, ott mindenki támadott. Tehát ne haragudj, játszottam én is velük, tehát ott mindenki támadott, ott mindenki előre ment, ott kaptunk is szépen gólokat. Mert ugye akkor egy támadó focit kellett Újpesten igen, játszani, ami a nézőnek mindig sokkal látványosabb. Igen. De amiről senki nem beszél, hogy utána az öltözőben más nem volt, mint össze-vissza szítták a védelmet minket. Hogy lehet itt egy gólt kapni? Igen. Azt nem mondta senki, hogy elmentél jobb bal oldalon, így jöttek be a labdák, ezek fejegették be vagy belőtt, arról senki nem beszélt. Tehát ha úgy veszik, olyan fegyelem nem volt, mint ma. Ma tényleg ezek a játékosoknak fegyelemmel kell játszani. Megvan adva a feladatot, te nem mehetsz át a félpályán, például ilyet megcsinálna. És ez a gyerek tartja magát, mert miért? Mert ott a konkurenciája. Tehát ő fél az, hogy tehát kikerül a csapat. Tehát ma sokkal fegyelmezettebbek a magyar labdarúgók? Sokkal fegyelmezettebbek, meg ráadásul nem olyan individualisták. Nem hagyják őket kibontakozni. Tehát olyanok vannak, hogy például az utánpótlást nézzük, akkor olyan utánpótlás edzés, hogy kiadnak egy programot az MLS, és akkor minden csapat így kell, hogy edzen az utánpótlásban majd. Tehát ugyanazt a focit játszák. Uh-huh. Te elmész egy edzésre, végignézek egy edzést, egy utánpótlás csapatnál, ott mindig, minden héten, szóval ott nem kell mondod, hogy kedden mics, mert tudod, hogy ezt fogják csinálni. Tehát és ez jó vagy rossz? Rossz. Hát ezért nem tud kinevelkedni egy játékos. Hát hogy fog kinevelkedni egy játékos, amikor mindegyik ugyanazt csinálja? Én azt mondom egy példa. Az egyik játékos nagyon gyors, a másik játékos borzasztó technikás. De ezek ugyanazt edzik mind a kettő. Tehát mi lesz belőle? Igen. Egy olyan közepes szintre fölhozzák mind a kettőt. Ahelyett, hogy ezt odaállítom, és amelyik baromi technikás, meg jól lövő technikás, éjjel nap a szabadrugásokat lőne. És akkor lesz belőle egy Beckham, egy Tóth András, ezt hozzá igen, kell tenni, és akkor, vagy egy Maradona, szabadrugásokban lesz egy ilyen, de inkább én beteszem oda, azért, mert lassú vagy, és neked fejlesztenem kell a gyorsaságodat. Hát azért én most megmondom őszintén, ha ez visszamegy egy újpest, Dunai Ede, aki Edét tiszteltem, egy kiváló futballista, hát én soha nem hallottam, hogy azt mondta volna neki valaki, hogy sprintegessé majd, de mert lassú vagy. Hát az, amit tudott a technikájával, meg a tapasztalatával, az zsebre tette a sprinteléssel a másikban. Uh-huh. De hát... Ma már mondom, ezt nem engedik. Uh-huh. Ráadásul a csatár és a védő ugyanazt edzi. Ugyanazt kell edzeni mindenkinek. Érdekes. Hát ez van. Szóval akkor fegyelmezettek, és ezért is van az, hogy kevés gól esik. Kevés akkor. Gól, hát, meg kevés csatár. Uh-huh. Hát meg kell nézni, hát két csatárokkal játszanak. Két csatárral játszanak ma.
több nincs. Nem lehet, hogy az van, hogy minden edző fél a vereségét, inkább döntetlen legyen is. Ez igen, mert most a mai labdarúgásban itthon nálunk különösen ez a mondás szokott lenni, hogy egy pont az megvan a kezdésnél. Na de hát ez sajnos nem így van, viszont az eredményességet nézem, tehát az, hogy a követelik tőled az eredményt, meg kell érteni az edzőt is, tőle ezt követelik. Hát akkor persze, hogy neki is a biztonságos játékra kell játszani. Most egy olyan csapat, ami azt mondom, egy Fradi, aki összevásárolja a fél világot, van rá pénze, hát persze, hogy mi focizik, ahogy akar. Hát azért nekik vannak az olyan játékosaik ehhez, és megvan a biztonság is nekik. Tehát az anyagi fedezetek megvannak hozzá. Na most erre is hatalmas szükség van, de épp itt mondom azt, hogy bármit teszünk a magyar labdarúgásban, nem azt kell csinálni, hogy itt kizárni a külföldieket, épp ellenkezőleg, hát azoktól tanul. Hát most én játszottam Németországban, a német játékosok odajött hozzám az edző, és azt mondta, hogy mutassak meg dolgokat a ifjúsági játékosoknak, egy Horst Rubes, mert hogy én ezt nem tudom, ezt csak mi magyarok tudjuk. És akkor tanítottam a junior játékosokat egy-két dologra. Én, mint játékos az első csapatból. Hát ez kell is, mert itt is vannak olyan idegen játékosok, hát ne vicce, akik szuper fotbalisták. És ezek is tudnak tanulni, és talán még az ifisták fölnéznek rájuk. Viszont magyar edzőkkel. Ez magyar edzőnek kell, hogy legyen itt. Uh-huh. Őket kell fejleszteni, és akkor elérünk arra a szintre, hogy lesznek olyan magyar edzők, aki, én azt mondom, itt a Fradi most kétszer nyert bajnokságot. És nem örülök neki, hát ezt nem kell mondanom, de azért szívesebben láttam volna ezt magyar edzőbe két bajnokság, mert akkor már Európában elmegy az, hogy egy magyar edző már másodszor a bajnok. Igen, most igen, mit igen. beszél mindenki? A Rebrov bajnok lett. Igen. Hát milyen csapattal lett bajnok? Milliárdos csapattal lett bajnok. Most már jön a Rebrov, azt már hívja a Fenerbahce, hívja igen. a Fene tudja mi. Azt mi magyarok csináltunk a Paliból egy világsztárt. Aki Ukrajnában az életében nem jutott volna sehova. Igen. Mennyire tartod ezt sportszerűnek, hogy tulajdonképpen a Ferencváros is, meg még öt csapat rajta kívül, ugye többet játszott otthon, mint a másik hat csapat. Most ugye van egy nagyon jól pénzzel, ugye megnövelt klub a Ferencváros, pluszban még ő többet játszhat otthon. Én azt mondom, hogy ha már megvan az, hogy én jól erősebb vagyok, akkor nyugodtan, akkor ha hagyjam fel, hogy én játszok csak egyszer otthon, és nem kétszer. És a gyengébb kerettel rendelkezőknek ajánlom fel, hogy ők játszanak kétszer otthon, és hát ne így, hogy a legerősebb játszik kétszer otthon. Ezt én sportszerűtlenek tartom egy kicsit. Abszolút. Ennek semmi köze a sporthoz, tehát a sport korrektséghez nulla köze van. Mert ilyen nincs, hogy egyik csapat többször játszik otthon, mint a másik, és ugyanakkor egy ugyanaz azonos bajnokságban szerepel. Ilyen nincs. Tehát ott, hogyha a sportról beszélünk, és a korrektségről, az egyenlő sanszról beszélünk. Mindenkinek meg kell adni a sanszot. Itt a következő dolgot lehet csinálni. Amiért megcsinálják azt, hogy a Fradi többet játszon otthon, mert több nézője van. Ezt meg is értem. De akkor szeretném azt látni, illetve megkérdezném, hogy úgy van ez, hogy amikor a Fradi ezeket a több meccseit, a bevételét elosztja azzal a csapattal, aki oda megy hozzá? Akkor lennének korrektek, hogy ezt elosztanák, ezt a bevételt. Mert alapjában véve azt mondom, most Mezőkövesden kéne játszaniuk, akkor lenne 3000 ember, vagy 4 vagy 5000 ember, nem tudom. Itt van 20000 ember a Ferencvárosnál, képzeld el a bevételeket mit jelent. Tehát ez abszolút nem korrekt. Tehát így megcsinálni valamit, hogy egy szövetség beosztja azt, hogy ez a csapat jobb, és ez fog otthon játszani többet, ez egy nevetséges, és ez pont az Újpest. Mert mi kétszer játszunk a Fradina, egyszer itthon. Igen, igen, igen. Hát jó, csak visszatérve Rebrovra, aki ugye megkapta hatalmat, megkapta nagy pénzt, igen. és pluszban még ugye ők ebben a pozícióban vannak, hogy ők többet játszhatnak otthon. Tehát. Mind a mellett, hogy azt is meg kell mondanunk, hogy ők annyival tehát tényleg a magyar NB1-es mezőny fölött voltak, vagy vannak, hogy nekik most szerintem mindegy, ha idegenben játszottak, akkor is hozták. Ez ott. Igaz, de érted? Nem ez lett volna sportszerű? Így van, nem, ez nem korrekt. Hogy ez... akkor felajánlom, hogy nem, akkor, nem, akkor nem. Én hagyj játszak. Akkor. Én nem tudom, egy Csányi úr, aki egy ilyen üzletember, aki egy nagy üzletember, és az, hogy ilyen szintre ő el tudott az életbe jutni, tehát most mindegy, hogy milyen társaságon keresztül, ahhoz azért neki elég korrektnek kellett lenni, mert egy inkorrekt ember nem fogja ezt fölépíteni, ezt nem hiszem el. De az, hogy egy ilyen elnök, mint ő,
aki tényleg egy üzletember, egy menedzser, ilyenbe eszükbe nem jut, hogy én gondolok egyet, és az egyik csapat többet fog otthon játszani, mint a másik. Hát ez hol? Hát ez egy elképesztő dolog. Ez a másiknak a megalázása. Ezt megmondom őszintén, mert ezzel eleve kimondják azt, hogy ezt a csapat szeretjük, te meg elmész a büdös fenébe, téged meg nem szeretlek. Mert nem vagy jó. Tehát ez szörnyű. Ez viszont vissza lehet vezetni ezt a másodosztályra is. Hát hol van ilyen, hogy 10 forduló a bajnokság vége előtt egy MB2-t lezárnak? És azt mondják, hogy a Budafok feljutott. És egy Vasas, aki az utolsó 10 meccsét a Beneferivel, a kis Beneferivel megnyerte, és még játszana a Budafok, el is veri őket simán, abban biztos vagyok, és föl is tud jutni. És egy ilyen Vasas előtt lezárják a kaput. Hát azért most bocsánatot kérek, akkor hol van itt sportszerűség? Én csodálkozok, hogy a Vasasban egy szót nem, vagy nem vétózzák ezt meg, vagy valamit ne. Hát ez ilyen nincs. Hát én hogyha ez az én csapatomban megtörténik, akkor biztos, hogy az UEFA-nál följelentem őket. Volt valamik holland csapaton, hasonló ki. Igen. El is bukták ezt a pert sajnos. Jó, de hát... Megpróbálták, nem jutottak. Igen, de viszont azt hozzá kell tenni, tehát jó, elbuktak egy pert, azért megpróbálom, meg kell. Persze. Vagy ott ülök, és azt mondom, hogy jó van, nem baj, vágd le a fejem, hát majd jövőre, majd fölkerülök. Debrecen kiesése, minek az eredménye? Hát az igazság az, hogy az Debrecen azért eléggé meglepett engem, megmondom őszintén. Tehát én sajnálom is, hogy kiesett egy Debrecen. Mert ez olyan, mint hogy a sors így akarta volna, hiszen a 94. percben egy-egynél kapufát lőttek. Tehát ha bemegy, akkor... Nagyon, nagyon sajnálom nekik, mindamellett, hogy ezen az utolsó meccsen azért nem szorítottam ennek a Paksnak is, az az igazság, mert tényleg ők is azért a megadott kevés lehetőségből olyan sokat kihoznak, meg olyan lelkes csapat, hogy én igen, tisztelem igen. őket őszintén. De az, hogy egy Debrecen ide jutott. Na ez a kérdés, hogy miért? Az, hogy ide jutott. Tehát itt azért ezt a belső dolgokat is vizsgálni kéne, hogy ki mit csinál, ki mivel foglalkozik ott. Tényleg a játékosoknál rendben van-e minden? Tehát az, hogy ott hogy tényleg minden úgy megy, ahogy kéne. Menedzserek is vannak ott benne. Tehát azért szeretném tudni, milyen vezetőség, miket csinálnak ott. Tehát az, hogy hova megy ez az út, vagy miket terveztek, vagy mi a jövő. Tehát, hogy lett-e volna nekik szerződéseik, vagy mit csináltak ezekből a játékosokból. Ez egy kicsit nekem olyan a Debrecen, az egy olyan, hát hogy is mondjam neked, ez egy ilyen, valahogy egy ilyen szellemcsapat volt idén. Hogy egyszer ott volt a Debrecen, az utána egyszer milyen jó, nyerték, az utána meg nem hallaszoluk semmit, utána meg csak mindig kikapnak, ki fognak esni. Tehát ott belső dolgoknak kellett történni, ami befolyásol. Ami sem nem így van, ami nem fog kiderülni. Igen. Tehát és az, hogy ugye ezek a nézők is, ugye, amikor kiestek, bementek, meg letépkedték a trikokat a játékosokra, tehát azért hagyjuk mászt. Jó, hát ugye az MB2 izgalmas lesz. Vasas, Debrecen, Nyíregyháza, jó. Győr. Most őszinte leszek, izgalmas lesz az MB2, de én ezeket a csapatokat nagyon szívesen látnám az MB1-be. Sokkal szívesebben, mint más csapatokat, sokkal szívesebben. Mert azért ezeknek a csapatoknak éveken keresztül az MB1-et színesítették, jó csapatok voltak, tehát tisztelték, ismerték külföldön is ezeket a csapatokat, és azért nem ártanának, hogyha ilyenek az MB1-be játszanak. Visszajött a Debrecen? Hát remélem. Hát én csak azt tudom mondani, hogy remélem. Mert most nem tudni, hogy mi történik ott. Tehát az elég nagy belső problémák lehetnek. Ha hallom, hogy az elnök ott verekedett, vagy a veje, vagy nem tudom mi. Valakit a vippá, hogy ból lementi. Hát azért az már eléggé, azt megmondom őszintén, az, hogy a huligensz meg egy drukkerek bemennek a pályára, azt láttam már sok helyen. De az, hogy elnök meg én, ezek verekszenek, az már egy gusztustalan dolog. Tehát azt nem találom jónak. Abszolút nem. Azzal nem fog szimpátiát szerezni a városa felé, mert azért azt el tudom képzelni, hogy azért a város is mennyit adott nekik. Igen. Tehát ott stadionokat kaptak, mindent megkaptak igen, alapjára igen. véve. Zárásként egy percünk maradt. Egyes hírek szerint Dibusz Dénes Antwerpen, Gróf előrelép első számkapusnak, és a cserekapus mögötte Bogdan Ádám. Mit szólsz hozzá? El tudod képzelni, jó ez így? El, a Dibusznak örülök, mert tényleg jó szezonja volt nagyon, és én azt mondom, hogy ugye azért a belga bajnokság most már erősebb, mint a miénk, abban biztos vagyok, és népszerűbb is, tehát úgy értve európai igen, szinten. Igen, igen, igen. És tényleg én nagyon örülnék, ha ott bizonyítana. A Gulácsit meg kell nézni, hogy annak idején egy Red Bullba utánpótlásban is nézzük, mi lett belőle. Most Németország legjobb kapusa, és a Dibuszból is az lehet szerintem. Ráadásul egy elég korrekt sportember.
Tehát én azt mondom, tiszta szívemből kívánom neki, sőt, hogy tényleg ugyanolyan eredményes legyen, mint a Ferencvárosnál, nagyon is örülnék neki, és azért ugye ez a magyar labdarúgás népszerűsítésére is nagyon sokat használna nekünk. Gróf nagyon jó kapus, szerintem ugyanazon a szinten van, mint Dibosz, véleményem szerint. És ugye a Budán, hogy mi lesz vele, hát az majd el fog dolgozni. Ádám, azért sajnálom, ha lehet itt mondani, mert ugye mindenhol ugye másodhegedű szerepet hát kapott utóbbi években. Ezt lehetett olvasni, akárhol volt, mindenhol. Igen, mert ő mindig abba jött, hogy fiatal, és tudod, a fiatal az leültetik a második helyre. Igen. Egy fiatalt le lehet ültetni, mert neki lehet mondani, hogy neked még van időt. Igen. Pláne kapusnál. Igen. Csak talán lehet, hogy egy olyan konkurencia harc lesz közöttük, illetve az, hogy azért most a Ferencváros Európa kupába fog indulni, Magyar kupába indul, a Magyar bajnokság, tehát sok meccsük lesz. Igen. És valószínűleg tartom, hogy neki is a sanszokat meg fogják. Persze, tudja, hogy megkapta Dibusz és igen, a igen. Jó, Gróf is, tehát jó, ott is megvoltak ezek a kis váltások. Abban viszont mondok egy-két dolgot, ott eléggé gusztustalan sanszokat is láttam, mert az, hogy a honvédelent beteszem pont a Grófot, a Volt csapata ellen, ahol teljesítménye volt, szimpatikus, igen, volt, szeretik, pont ellenük bedobom, igen, azok igaz, azt nem hiszem, hogy megtettem, igen, volna. Illetve megbeszéltem volna vele, és a Dibusszal is, mint edzőt, figyelj ide, Dibusz, te védjél most, és akkor a következő meccsen pedig te jössz. Azért ezt nem tettem volna meg, nem hiszem. Időnk sajnos lejárt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. További sportosat.